Köszönöm a kiváló anyagot, így kezdted az utolsó, nekem írt méledet. Gondolhatnánk, hogy 14 évnyi közös munka után nincsen ebben semmi különös. Aki nem dolgozott veled, talán ezt gondolja. Visszanéztem. Ezt a szót kiváló ebben az összefüggésben az utolsó négy év alatt összesen kétszer írtad le nekem. Te ilyen voltál. Ha dicséretről volt szó, nem estél túlzásokba. Alapnak vetted, hogy aki veled dolgozik, az tökéletes munkát végez nem tartottad említésre méltó teljesítménynek. Ha mégis ilyesmit írtál, annak viszont súlya volt. Sokkal több olyan igazán balós kifejezésed volt arra, hogyha elrontottunk valamit. Kapufa, fényesen csillogó ezüstérem, másodikok lettünk. Ha valami nem sikerült, az biztos, hogy nem felejtetted el megemlíteni. Nemrég valaki megkérdezte tőlem, hogy tényleg ennyire kemény voltál, akkor mégis mi tartott melletted ennyi éven át? Először is az, amit bárki elismer, aki két szónál többet beszélt veled, hogy kivételesen és áthatóan okos voltál. Több évtized, több ország, több dimenzió volt a fejedben. Frissebb voltál agyilag, mint nagyjából bárki, akit ismerek. Veled tényleg mélyen, pergőn és igazán értelmes dolgokról lehetett beszélgetni. És én imádtam veled beszélgetni. Másodszor, <kül> pillanat, bocsánat, Másodszor az a lehetőség, hogy elleshetek egy kicsit abból, ami ennyire különlegessé tette téged. Te voltál az egyetlen ember az ismerettségemben, akit tényleg minden érdekelt. Te igazán kíváncsi voltál a világra, elképesztően széles látókörrel követted ezt a követhetetlen tempóban változó zűrzavart, és legtöbbször jó szemmel láttad meg benne a lényeget. Szerintem ez volt az alapja annak, ami kiemelt téged a tévés fejek közül, hogy neked mindig volt mondani valód a világról, és az általában érdekes, értelmes és releváns volt. Úgy éreztem, kihagyhatatlan a lehetőség mindezt első kézből látni és hallani. És nyilván az emberi oldalad is mellette tartott. Mert amikor lekerült rólad a nyomás, akkor hirtelen egy nyitott, szabad szellemű, kedves és érzelmes ember bújt elő belőled. És persze a magad módján vicces is voltál, sokszor olyankor is, amikor éppen komoly próbáltál lenni. Misika, egy kicsit jobban telefonálok, mint te. Ezt mondtad egyszer. Ezzel nem lehetett akkor nem vinyogva röhögni. Pedig ez a mondat, ebben a mondatban benne volt a személyiséged egyik legfontosabb része, hogy szinte nem volt olyan számodra fontos tevékenység, amiről ne lett volna szent meggyőződésed, hogy te csinálod a legjobban. A szerkesztés, a műsorvezetés, és mint a mellékelt ábra mutatja, a telefonálás is ilyen volt. De ide tartozott a sárga barack készítés, az alma, hús, pékáru választás, a tejberis főzés is. A jelenlévőkre és a veled kapcsolatos élményeikre bízom, ki kidöntse el, melyikben voltál szerintük te a legjobb. De biztos vagyok abban, hogy nincs ma köztünk olyan, aki ne tudna legalább egyet kiválasztani ezek közül. Pechedre olyan helyre születtél, ahol a legjobbnak lenni nem jelent automatikusan sikert, érvényesülést és elismerést. Egy ilyen helyen a legjobbnak lenni azt jelenti, hogy elgáncsolnak, megaláznak, mellőznek. A te károdra érvényesültek a tehetségtelenebbek, a te tévédet csalták el azok, akik féltek az igazságtól, a te országodat mérgezték meg gyűlölettel és irítséggel a gátlástalanok. És még nagyobb pehjedre, te nem az az ember voltál, aki megalkudott vagy megbékélt volna ezzel, hanem az, aki folyamatosan dohogott ezen, akinek az igazságérzete csitíthatatlanul, már-már őrjítően dobolt a gondolatai közt. Haragudtál a világra, az országra, vagy épp arra, aki szembe jött veled. Haragudtál magadra is, hogy mindezek ellenére újra és újra és újra neki kezdtél. Energiát és időt áldoztál arra, hogy megváltoztasd ezt a közeget, ezt az országot. Mert elpusztíthatatlanul élt benned az ambíció. Tájékoztatni akartál, hatással lenni az emberekre. Egy jobb, igazságosabb, egyenlőbb, nyitottabb, értelmesebb, demokratikusabb Magyarországra vágytál, és képtelen voltál elengedni ezt a talán hiú ábrándot. Az, hogy ennyien eljöttek ma búcsúzni tőled, bizonyítja, hogy vannak, akik megértették, hogy mit és miért csináltál értünk, és azt is, hogy mit, és főleg azt, hogy kit veszítünk el veled. Maga nem akar a médiában dolgozni. Ezt mondtad nekem, amikor életünkben először beszéltünk egymással 2005-ben. Azt mondtad, a média szabadsága csökkenni fog, egyre nagyobb teret és befolyást szerez a politika, amitől egyre rosszabb lesz a szakma megítélése, elpárolog a maradék hitele is. Az azóta közösen eltöltött 14 év bizonyítja, igazad volt. Pedig te ez alatt is mindent megtettél, hogy ne így legyen. És most már te sem leszel itt, hogy mögét bújjunk, hogy veled takarozva azt mondhassuk, amíg Gyurinak van műsora, addig létezik valódi sajtó, valódi tévézés, valódi kérdés, valódi válasz és valódi közös lelki ismeret. Ha ezeket nem tekintjük sorskérdéseinknek, akkor ma veled együtt búcsút intetünk ezeknek is. Ha viszont megértjük, hogy mit üzen az életed, akkor van remény. Ez egy jó pillanat, hogy mi, akik ma itt egy tőled, magunkban nézzünk és úgy döntsünk, nélküled is életben tartjuk az álmaidat, és itt talán egy kicsit téged is. Te megtetted, amit lehetett? Most pihenj. Mi többiek pedig vegyük fel a munkát.